Beszédekkel és zenés műsorral készültek az ukrán függetlenség 28. évfordulójának megünnepésére Nyíregyházán a megyeházán. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy az ukrán kisebbség számára fontos, hogy a nemzeti ünnepeiket helyben a magyar állam és a nyíregyházi önkormányzat támogatásával rendezhetik meg. Minden nemzetnek megvan a saját történelme, kultúrája, hagyományai, ünnepei. Ez egy ünnep mi részünkre is, mert annak ellenére, hogy mi itt élünk, a szívünk, a lelkünk, a hazáért is fáj, hogy szeretnénk, hogy békesség legyen, szeretet, siker, hogy az ország viruljon, és egyértelmű, hogy ez egy nagy vívmány, hogy Ukrajna független lett, és az is egy nagy dolog, hogy a magyar állam megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy mi itt szabadon ünnepelhetünk, várjuk az ünnepet, rendezzük, úgy, mint ezt, sok más ünnepet is. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat vezetője mellett Ukrajna nyíregyházi vezető konzulja is beszédet mondott az ünnepségen, melyben kitért arra, hogy az ország keleti része már évek óta harcban áll az oroszokkal. Az orosz agresszió áldozatai vagyunk sokadik éve, és ennek ellenére Ukrajna dinamikusan fejlődő európai ország. Új parlamentünk van, új köztársasági elnökünk van, és a nemzetközi kapcsolatok új szintre emelkednek. Remélem, hogy a Magyarországgal is legfelsőbb szintű találkozók lesznek nem sokára. Ez azt jelenti, hogy a közös problémák, amik most meglévő problémák, megoldódnak. Tudunk rövid időn belül. A konzul hozzátette, úgy látja, hogy az újonnan alakult ukrán kormány és az új államfő célja, hogy a szomszédos országokkal minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki, így remélhetőleg Magyarországgal is minél jobb viszonyt sikerül kialakítani.